valamikor nagyon régen tusa versenyző is voltam, ezt kevesen tudták rólam, hogy 20 évig versenyeztem, és akkor utána, amikor abba hagytam, akkor elkezdtem versenybíróskodni, és 1999 óta nemzetközi bíró vagyok, és hát tulajdonképpen nemzetközi bíróként a nagy világversenyekre szoktam menni, világbajnokságokra, Európa-bajnokságokra. Olimpián most volt először lehetőség. A Nemzetközi Szövetség az, aki kijelöl bírókat, és 9 nemzetközi bírót hívnak meg a világból, és Magyarországról engem hívtak meg, és hát nagyon nagy dolog volt. Úgy megy nálunk a nemzetközi versenyeken a bíráskodás, hogy a vívó versenyszámban mindenkit kötelezően foglalkoztatnak, és a rendezők eldöntik, hogy a többi versenyszámban mit szeretnénk. Tehát, hogy egyáltalán akarnak-e minket foglalkoztatni, vagy nem. Uh-huh. Tehát a vívás a kötelező. Én a víváson kívül a lovagláson és az úszáson voltam még ott. Mi a versenyek előtt alapvetően eldöntjük azt, hogy amikor valakinek a saját országbeli versenyzője érkezik ahhoz a pásthoz, akkor automatikusan cserélünk és akkor nem vezetünk. Uh-huh. Sőt, nem is tartózkodunk a pást mellett, hogy semmilyen befolyásolást ne érezzenek. Uh-huh. Belsőleg, ahogy láttam a dolgot, rettenetesen túlszervezték. Tehát a számunkra kicsit idegesítő volt, hogy velünk mindent elpróbáltattak. Tulajdonképpen minden napot és minden eseményt percekre megtervezve lebontottak. Papíron ott volt, hogy 22 óra, vagy 10 óra, 22 perckor kezdődik. Valami az 25-ig tart, gyakorlatilag percre lebontva, és eligazítások tönkelege volt, meg a ruhapróba felvétel, mert tehát ezeket meg kellett ott csinálni mindent. Nem is volt semmire időnk igazán emiatt. De folyamatosan ment ez. Hát nekünk egy kicsit túlzásnak tűnt, de azt mondom utólag, hogy végül is talán ezért sikerült minden úgy, hogy rendben. Ti a csapattal utaztatok, vagy külön? Visszafelé együtt jöttünk, de egyébként nem. Tehát nagy része, aki még nem jött haza korábban, azok egy géppel jöttek, tehát az is egy félelmetes érzés volt, hogy ott te körül vagy véve az összes olimpiai bajnokkal, meg azok az emberekkel, akiket csak onnan ismersz, hogy láttad a tévében. A Gyurta Dani, a Pas Krisztián, ezek ott voltak a gépen. Hogy olimpiai bajnokokkal utaztál. A Kovács Kati, Janis Natas, ezek mind ott ültek körülöttem, tehát azért mondom, aha, hogy ezekkel egy gépen jöttünk. Aztán. Fantasztikus érzés, a kézilabda csapat ott volt, atléták, úszók, tehát ezek ott elég sokan. Jó hangulat volt. Köztársasági elnökük ott volt a gépen, ugyanazon a gépen, ők is hazajött haza. Az az érdekes, hogy, és amit a versenyzők is mondtak, és ez tényleg így van, hogy ezek azért nem rutintalan versenyzők egyik sem, aki ott volt. Tehát ezek rengeteg világbajnokságon, nagy versenyeken, világversenyeken, a világot körbeutazva rengeteg helyen jártak, és hát hozzászoktak a nagy versenyek légköréhez, a sok nézőhöz, ahhoz, hogy közvetíti a tévé, rádió, arcokba belevilágítanak ekkora kamerákkal, tehát ezeket megszokták már. Mégis ez más. Tehát ott mindenki azt mondta, hogy ez más. Uh-huh. Tehát ott bemennek, és egyszer csak azt látják, hogy 30 ezer néző üvölt. Az egyébként a verseny, az nem szokás. A záró rendezvény az fantasztikus volt. Én beszéltem emberekkel, akik azt mondták, hogy hát ők egy záró ünnepségre nem annyira mennének el, még ha ott lenne. Tehát sportversenyekre szívesen, a záró ünnepség szerintük egy ilyen kicsit színpadias show, ami őket annyira nem érdekli, és utólag, amikor megnézték a tévében, azt mondták, hogy nagyon bánják, hogy nem mentek el. Én is megnéztem utólag a tévében, kíváncsi voltam a különbségre, hogy milyen, és nagyon érdekes, mert a helyszínen van egy olyan hangulata az egésznek, ami átadhatatlan. Fantasztikus volt látni ezt a rengeteg világsztárt egy színpadon, tehát ott bejöttek olyan emberek, akiknek mindig is vágytam a koncertjére valaha egyszer elmenni, eljutni, és ezek ott megjelentek egyesével is, és egészen fantasztikus volt. És ami nekem lenyűgöző volt, az amikor vége volt ennek az egésznek, képzelj el egy 80 ezeres stadiont dugik emberekkel, rengeteg közreműködővel, akik ugye ott a showban részt vettek, tehát körülbelül 100 ezer ember volt abban a stadionban. És ezt 30 perc alatt kiürítették a végén. Akkor jól meg volt szervezve. Tehát nem láttuk, hogy csinálták, mentünk ki, és akadálytalanul, torlódás és lögdösödés nélkül 100 ezer ember kiment fél óra alatt a stadionból. Egyébként tehát ott rengeteg önkéntes dolgozott, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy 70 ezeren most abban vagyunk biztos a létszámban, de nagyon nagy, több tízezer önkéntes dolgozott. Gondold meg, 3 hétig ezek reggeltől estig dolgoztak, állandóan kapták a kiképzést, és az utolsó nap éjszakáján is, amikor vége volt az olimpiának, ezek olyan szeretettel kérdezték, hogy jól éreztétek-e magatokat, itt vagytok-e, pacsiznak az utcán az emberekkel, jönnek oda vállon veregetni, mintha a legjobb barátja lenni mindenkinek, mosolyog rád. Én azt gondolom, hogy egy hét után már az embert a fenébe kívánják, hogy menjetek már haza, mert annyian vagytok. Nem, ezek 3 hét után is mosolyognak, jönnek oda, kezet szorítanak, jó volt, meg örültél, jól érezted magad, gyere máskor is. Tehát
leírhatatlan. Én nem tudok elképzelni más népet, aki ezt megcsinálja ugyanígy.